Jó reggelt mindenkinek! Mi már úton vagyunk a Pony Parkba, és ez nem véletlen, mert a mai videóban három kedvenc budapesti gyerekprogramról lesz szó. Közt az egyikben mi is elmegyünk, a többiről pedig majd csak mesélek, és előkeresek képeket, amikor ott jártunk. Úgyhogy tartsatok velünk, reméljük jó kis nap lesz. Hova megyünk, Lulu? A pacikhoz? Szereted a pónikat, Lulu? Képzeljétek el a Lulunak, azért kellett ebbe a bakancsba jönnie, mert rajtam is ilyen bakancs van. Ez kinek a lakása, Lulu? Ez a te lakásod? És van konyhád? És Lulu és én bejöhetek? Nem. Nem, hogy csinálsz? Hú, mennyi póni. Szerepes. Egyensúly. Jó, szedjük össze a három kedvenc hely. Egy a póniukval. Lulu, te mit szeretsz csinálni? Hol szeretsz mászkálni? Milyen jó az outfited, Luli? Apa nagyon összerakta. Szörnyen sótlan. Na, Dáviddal leegyeztettük itt az álláspontjainkat, és arra jutottunk, hogyha a három kedvenc helyet kellene mondanunk, amit a gyerekkel nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, és nagyon ajánlunk, és Budapesten van, akkor az első az a Póni udvar lenne, a Picinke Póni udvar. Ez nem szponzorált amúgy egyébként, csak tényleg nagyon-nagyon szeretjük. Szerintem nagyjából heti egyszer biztosan ott vagyunk, amikor így minden klappal időjárás, ilyesmi. Mi általában nem hétvégén megyünk, de most egyébként hétvégén voltunk, és nem is volt tömegnyomor, úgyhogy az is nagyon-nagyon jó. Ott rengetegféle program van amúgy a gyerekeknek egy helyen, tehát tud lovagolni, állatokat simogatni, ugrálni, gokártozni. Vannak ilyen kicsi konyhaszigetek kiépítve, ami tele van mindenféle konyhai eszközzel, és ez egy homokozóban van, szóval tényleg ilyen minden nagyon ideális. Akkor a második, amit nagyon-nagyon szeretünk, és Laura is mindig nagyon élvez, az a Hol nem volt vár. Ez ugye egy vidám parkszerűség gyerekeknek, tényleg ott van ez a lovaskörhinta, arról kb. Nem tudunk leszállni, amikor ott vagyunk. Szerintem, amikor mi ott voltunk, akkor olyan 7-8 kört mentünk, én már nagyon rosszul voltam, könyörögtem, hogy most már akkor menjünk, próbáljunk ki valami mást. Van mini óriás kerék, az is nagyon aranyos. Akkor mivel még ott van kicsi vasút, van maga ez a vár is, abban mondjuk mi még sose jutottunk be. Itt is van állatsimogató. Nálunk mondjuk elég nagy pluszpont, amikor van állatsimogató, mert Laura nagyon-nagyon szereti az állatokat. Egyébként ez ugye a Városligetben van, tehát maga a Városliget is ott a környéken nagyon-nagyon jó. Van ott is ugráló, játszótér, hatalmas park, mellett ott van közvetlenül ugye az állatkert is, szóval ez egy ilyen nagyon gyerekbarát rész. És akkor a harmadik, az pedig a Margit-sziget. Szóval olyan nagyon-nagyon extra dolgokat most nyilván nem mondtam, vagy valószínűleg ezeket azért ismertétek, főleg ha van gyereketek, de hogy nekem ez a három dolog, amit nagyon-nagyon szeretünk. A Margit-szigeten ugye lehet biciklizni, ott is van állatkert, szintén ugyanaz, hogy imád lovagolni, imád állatokat etetni, imád állatokat simogatni, úgyhogy azt is ott így mindent lehet egyszerre. Nyáron a plusz egy, az még volt a Lupa Beach, vagy Lupa Strand.
mi sokáig vonakodtunk tőle, hogy kimenjünk-e, mert nem voltunk benne biztosak, hogy olyan hely, amit mi élveznénk feltétlenül, de amikor kimentünk, és rájöttünk, hogy úristen, ez tényleg mennyire jó, és mennyire ideális gyerekkel. Én jobban szeretem amúgy az élő vízi strandokat, mint az ilyen medencéket, meg főleg a kifejezett strandokat, tehát a Palatinus, meg hasonlókat én annyira nem szeretem. Telefon. Szóval nekünk ezek a kedvenc gyerekkel programozós helyszíneink. Hogyha nektek van valami más, akkor írjátok meg kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Lulu, kinél fogsz ma aludni? Papa. Király. Papa nem fog aludni, Luli fog aludni. Na melyiket viszed el magaddal, Husi? Nézd! Lulu, válasz ki, melyik mindet, körülött viszed el. Mindet, vagy kiválasztod? Mutass rá, melyiket viszed el. Mindet. Nem fogok most nagyon oda nézni, mert az utat figyelem. De addig gondoltam, gyorsan elmesem, hogy akkor mi a mai felállás, meg hogy történnek a dolgok. Most nemrég vitt el apukám Laurát, mert ma nála fog aludni. Mostanában egyébként majdnem heti rendszerességgel egy estét ott alszik nála Laura. És Laura imádja, apukám imádja, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon win-win szituáció. És nem tudom, ez nyilván egy kényes téma, hogy egy ekkora gyerek már ott alszik, és meg nem tudom, szabadon csinálunk szombat este azt, amit szeretnénk. De szerintem ez egy nagyon jó dolog, mind a kapcsolatnak nagyon jót tesz, mind a gyereknek szerintem nagyon jót tesz, főleg, ha szeret ott lenni. Laura meg apukám olyan programokat csinálnak, hogy komolyan mondom, el tudom mondani, mennyire hálás vagyok azért apukámnak, hogy amint átmegy, úgy készül, hogy pizzát sütnek, kiflit sütnek, elmennek hajókat nézni, repülőket nézni, nagyon jó dolgokat csinálnak. És azért mondom, hogy ha szeret ott lenni a gyerek, és tényleg a nagyszülő is ezt szereti, és vágyik rá, hogy nála legyen, akkor nem szabad ebből a problémát csinálni, hanem örülni kell neki, hálásnak lenni, mint egy ilyen apa. Elmondhatatlanul hálásra, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Tehát szerintem senki se lesz kevesebb, hanem inkább pont, hogy több lesz tőle. Na, de akkor a mai programhoz visszatérve, barátokkal megyünk be a városba, mert szülinapot ünnepelünk, ilyesmi, úgyhogy ez a mai program. Nem tudom, hogy ezekben mit fogok tudni, hogy igazán megörökíteni. Plusz most nekiállok parkolni, úgyhogy el is köszönök.